Köszöntöm Önöket, ez a Rockfőzde első adása, Molnár Róbert vagyok. Ebben a műsorban olyan muzsikusokat láthatnak és hallhatnak, és hívunk vendégül, akik nem csak a színpadon, hanem a konyhában is bravúrosan megállják a helyüket. A mai vendégünk pedig Mihalik Viktor, a Bikini kiváló dobosa, aki nem csak a dobverőt, hanem a fakanalat is fantasztikusan forgatja. De mielőtt megkérdezném, hogy mit is főzünk, uram és barátom. Boldog születésnapot kívánok! Köszönöm szépen! Mihalik Viktor ma ünnepli 40. születésnapját itt nálunk a Konyha TV-ben. Még gombocból is. Egészségedre! Milyen köszönöm érzés? Szépen. Ugyanolyan, mint tegnap. Ennyi? Aha. Na milyen 40-nek lenni? Különösebb változás nem észlelek. Hát majd estére a buliban fogsz szerintem. Igen, lesz, Móri? Persze, de azt minden hétvégén észlelem azt a változást. A tudatomban. Ezek a rockerek, mélyen tisztelt publikum. Mit főzöl nekünk? Tejszínes kukoricás csirke mellett gyakorlatilag. Remélem kész lesz egy 20 percen belül. Mindig az az első kérdés. Köszönjük, hogy már fel van vágva minden. Parányos. Olaj, vaj, vagy szalonna, vagy zsír, mire esküszöl? Mivel kezdesz? Én a vajra, meg a zsírra, de ez a zsír jobb, szerintem. Egyébként ez vajban nem lehet, de az olajra semmiképpen az nincs karaktere. Én ember teljesen egyetértek. Kétféle szalonnának vagyok a híve, az ad neki jó ízt. Csapjunk bele, csapjunk. Kezdjünk bele. Okay. Mi az első lépésed? Hát először is a két szalonnát felvágom, és elkezdem hergelni, hagy aggódjanak szépen, és utána ura, majd csapjunk jön a bele. Csirke. Hajrá. És közben mesélj nekem arról, hogy hogy kezdődött nálad a zenélés. Te ugyebár dobos vagy, de családon belüli basszusgitáros indítatás volt, jól olvastam az interneten. Igen, igen, a keresztapám basszusgitáros volt egy ottani a zenekarba. Miskolc? Meg hát igen, meg hát leginkább ilyen esküvők, meg minden. Aha. És mikor kezdtél el dobolni? Hát 13 éves koromban. Miskolcon mi történt? Hol zenéltél? Milyen zenekarokban? És már akkor is a rockzene volt az, ami a legfontosabb volt? Igen, hát az kapja el az ember a gépszű játvába. Hol zenéltél még Miskolcon? Meg milyen voltak? Akkor ez egy híres együttes volt ott, a Eső nevű zenekar, Alter. Ilyen darkos, persze, aha, persze, ismertem. Az FO System mellett ők voltak, igen, az igen, egyik legismertebb, igen, meg a Hold hát ez, nevű. Ez volt 16 éves koromban. Jó hamar belekerültem, mindig öregebbekkel játszottam. Aha. Na már ez elmúlt. Csirkemell. Csirkemell. Okay. Kicsit kifilézem. Nem szeretem a sallangokat benne. És miért döntöttél Budapest mellett? Hát mert akkoriban még, ha nem jöttél Budapestre, akkor nem tudtad ezt csinálni. Elég fővárosz-centrikus volt a rock'n'roll. És tényleg igaz az az urbánus legenda, hogy te két nejlonzacskóval érkeztél a fővárosba? És mi volt a nejlonzacskóban? Hát egy váltásruha. És ott kivel kezdtél el zenélni? Voltak ezek régen ezek a rocktáborok, a tokai rocktáborok, az ilyen legendás volt igazából. Akik ott úgy találkoztak, hát tizenéves korukban, ki komolyan gondolták, azok azóta is megvannak. Laci is tudja, blackoutosok ott voltak, a mostani hooligans. És akkor ott úgy ismerkedtünk, de hát igazából még nem ment senkinek. De hát számtalan kisebb rockzenekarba zenéltem, amíg 94-ben lett a Love együttes. Ott ugye egy album jelent meg, a második meg sem jelent. Az nem, pedig az jól sikerült. Azt hallottam, hogy alapvetően de abból megfizették a pénzt belőle. Hát ez már nem fog kiderülni sose. Abban kikkel muzsikáltál a lábban? Erdély Andrissal, aki most a Back to Black-ben van, ő volt a főhős. Ja, aztán Kelement Tomi, ő volt a gitáros, aki később a Szolnoki úri mehettem ember, bizony Isten. Tényleg? Persze. És játszott aztán össze-vissza. És akkor annak egyszer csak vége lett. Közben látom, hogy nagyon szépen levágsz mindenféle oda nem illő dolgot. Nem szeretem a sallangokat, ha elakad a számba, utálom. Mi lett a láb után? Akkor hívott fel az Ádám, most a Rolyes Ádám, akkor Tramps volt. Tramps, tényleg. Azt szép időket éltünk meg, évi 200 buli, jól szórakoztunk egy klubot. Évi 200 buli? Hát akkor sokat alvás nem volt. Sokat, nem. Nem kellett sok gázszámlát fizetni az éjszakára, persze. Ja. Mekkora tűzre van szükséged? Mindig a kis tűz a titok. Azt mondod? Azt. Egy ilyet megveszel? Király. Oké. Okay. És hogy volt a bikinivel? Hogy kerültél te oda?
És mikor volt ez? Körülbelül 15 éve emlékeim szerint. Aha, 97 végén kerültem akkor oda. Akkor gyakorlatilag igen. Hát az úgy volt, hogy sokat ittam az E-klubban a Daci Zsolttal, és ő is járt le a Tremsbulikra. Hát Daci Zsoltról ugye azt kell tudni, hogy ez egy nagyon-nagyon szomorú történet. Hát sajnos. Őt elvesztettük jó pár évvel ezelőtt, és ő volt nagyon sokáig a Bikini gitárosa, és ha jól tudom, zeneszerzője is, tehát ő nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy a Bikini azzá lehetett, amivé lett. Úgyhogy vele sikerült sokszor összemókázni? Összemókáztunk sokszor, igen. Hasonló volt az érdeklődési körünk. Viszki és sör? Így, ahogy mondod. Többek közt. Uh-huh. És egyszer csak ő mondta, hogy... Hát egyszer üresedés lett a Bikinibe, mikor az akkori felállása BS után letiplizett. Kidobolt akkor a Hírlemann Berci. Mondta a bende, hogy igen? Lehet, hogy kell majd dobolni, mert de hát attól függ, hogy ezek után leszekedve a Loizinak egyáltalán. Aztán hál' Istennek lehet. Uh-huh. Meghallgattak? Volt egy casting? Persze. Persze, aztán próbáltuk is kettőt. Sota előtt. És debütálta. Te két próbával? Igen, hát a Loizé nem híres a sok próbáról. Mondta, hogy ügyezzenek, majd megoldjat, amíg ott álltam. Mit, atya úrist. Már éppen kezdtem volna ütömbe, hogy egy-két H, Soté, 4000 ember, és bombari előtt. Mondom, ezt nem hiszem el, nem bír elkezdődni a bikinis karrierem. A kutya minden. Kicsit kisebbre veszem el, mintha füstöl. Jó, jó, ez ugye megy hozzá. Jó, jó. Szeretelem, hogy hirtelen kell mindent hozzá. És milyen volt az első buli közben? Végig izgultad, vagy az első beütésnél ez elmúlt, és már onnan ment minden. Dehogy is, hát végig izgulod nyilván. Különös, mi készül most éppen? Különösen, hát most a másik fajta szalonnában szelegetek egy kicsit. Véletemben is van egy-két sallang. Aha. Nagyon tisztán főzöl egyébként, tehát csak a közepét, csak az igazságát használod. Nem, szeretem mondani nézéket, mert elakad a szába, akkor nagyon ideges leszek. Hát azt nem szeretnék születésnapod alkalmából. Hú, ez még kisebb lánkének. Megtaláltuk a kis tüzet, kétféle szalonna rotyog, engedi a zsírját. Mit szeretsz főzni leginkább? Tehát mi a kedvenced? Ez? Nem, hát ez ilyen, ez egy gyors, ez egy tévés főző. Direkt tévés receptet hozott ez úr. Mit szeretsz főzni egyébként? Mi az, aminek legszívesebben nekiállsz? Hát igazából nem tudok főzni, csak olyan, mit tudom én, 10-15 féle dolgot. Azt próbálom tökélyre vinni, de például a rablósommal eléggé meg vagyok elégedve. Miből csinálod? Mit húzol a nyársra? Disznót egyébként. Sertéses vagy? Aha. Paprikát szoktam, paradicsomot, hagymát. Most éppen a krumplit vágod. Igen. Mi lesz a krumplival? Megsütöd ebben? Vagy külön? Sütöm meg. Külön, aha. És majd annak a jó kis tejszínes trutyjával, hogyha összekeverjük, akkor ez szenzációs ereg lesz. Nagyon jó. Miben sütöd meg a krumplit? Csak olajban. Hogy előkész. Olajban. Akkor én egy kis olajat el is kezdek melegíteni esetlegesen. Okay. Kb. Pont egyszerre lesznek finishbe. Aha, aha. Akkor azt mondja, megpróbálom kisakkozni, hogy ez melyik lehet. Jó. Az olajat viszont, azt a jó kis ponsági édent, ha ide adott. Köszönöm. Mennyi olajat kérsz a krumplihoz? Hát, amiben elfér. Aha. Mehet rá bőven. Az gazdagon. Szerintem ebbe így meg tudunk állapodni. Hát, hogy ennyi elég is. Két főre főzze? Te is eszel? Hát, nem tudom, kedves operatőrök, ennének ebből a finomból? Szerintem ennének. Addig önök nézzenek meg egy videóklipet, aztán jövünk vissza, addigra a krumpli is megsül. Épp vagy és hagyom, szeress ma éjszaka nagyon, tőlem elmúlhat ma minden, ezen a világon túl vagy innen, gyere mutasd meg nekem, mi az a szerelem. Folytatjuk a rockfőzdét Mihalik Viktorral, a Bikini dobosával, majdnem kész a krumpli. Most mit ideje már legyünk? Ideje rádobálni. Nagyon jó, késném megfogom. Cut. Okay. Most megy rá a bravúrosan feldarabolt csirkemell, amelynek egyébként csak a leges legjavát hagyta meg Viktor, és minden sallangot levágott róla.
és a kétféle szalonnával együtt pirul meg a csirkemell, gondolom ennek túl sok idő nem kell, egy bruttó 2 perc alatt az meg is van. Hát a krumpli is körülbelül fél idejénél, vagy kétharmad idejénél tart. Mi a helyzet most a bikinivel? Mentek nyári turnéra. Pont ideje egyébként. Hol játszotok? Stadionok, csarnokok, szabadterek, fesztiválok? Szabad, minden. Minden. Sok bulitok van egyébként, mondjuk tavasztól őszig? Tehát folyamatos munkát ad, amennyiben ez ugye munka? Tavasztól őszig igen. Aha. Télelőtt ülünk egy nagyot otthon. Aha. Amit nem szeret senki. Hát de gondolom, olyankor lehet leginkább új dalokat írni, meg albumot, meg videoklipet kitalálni. Nem kell már minden évben újabb albumot írni. Ez régen kellett, mikor mit követelt a lemezgyár, most már örülünk, hogy eljut 2 év alatt. Mit csinálsz télen? Téli álmot alszol, mint a medve? Illetve szabadidőd, mivel telik, ha jól tudom? Gyakorlatilag igen. Boxolsz. Jól tudod az. És azt is meglehetősen régen? Igen. 15 éve lelkes hobbista vagyok. Semmi, hát az karban tart. A rock'n'rollt úgy pihenik ki az ember. Amennyiben ugye egy boxedzés pihenés, a bal egyenes jobbforog sűrű váltása. Nem meccseltél? Jó, egy meccse volt. Na. De nem vagyok egy meccselő alkat, nem aludtam előttem egy nappal. Ott egy más, ott áll beled szembe egy 100 kilós állat, és ülő, hogy pofán akar vágni, mint te ő. Hát ennek ez a lényeg. És élvezted magát a meccset? Nem. Nem okozott olyan fajta örömet, hogy hú de jó, hogy ott vagyok, és ütnek és ütök? Nem, mert tétje van, szóval nem vagyok jó ilyenekben. És nyertél? Nyertem egyébként. Egy boxbajnokot ünnepelhetünk itt 40. születésnapján, ilyen tisztelt publikum. Kérem szépen, most megyre. És akkor most jön a tejszí. Igen. Olé. Te szép. Ez így esztétikus, ahogy van. Szalonnával. Nem tudom, ezt meglöttyöttem, beleteszem a kukkit is. Uh-huh. Egyszerű is, mezei konzerv, kukoricza? Kukki nagy vagyok. Egy rockstar, mondom, én nem lehet velük élni, ilyen mint. Akkor neked nagyon rendben van az életed, mondhatom ezt? A bikinivel azért eljutottál oda, ahova szerettél volna, van valamennyi szabadidőd is, főleg télen, megy a sport. Igen, annak nem örülök annyira. Jobb lenne olyankor is játszani? Persze, hát elég ezt ki lehet ezt pihenni egy-két hét alatt. Aha. Nem kell otthon ülni fél évet, nekem is nem ragaszkodnék hozzá, de mindegy. Hol zenélsz még? Hát még a Dokmen barátomnál, de hát ott nagyon ritka az élő buli. Igazából nincs is nagyon már. Itt tartunk most a krumpliból, szép barna. Levegyem, kiszedjem, mi történjen vele? Jó. Hasznosát tudok tenni. Mindenképpen szeretném. Várj, innen kiveszek valamiféle szedőkanalat. Esküszöm, nem tudom, hogy hova raktam. Oké. Várjál, mindjárt. Működik a szimbiózis? Találtam egy kiszedőt, és már csak egy tányér kéne nekem. Akkor én kiszedem ezt a krumplit gyorsan. Rakok alá egy kis papírtörlőt, hogy az olaj felszívódjék. Most pedig reszelt karavánsajt? Reszelt karavánsajt. Ez ugye egy füstölsajt, ami kiváló plusz ízt ad majd neki. Igen. De ezt nem is neked mondom. Reméltök, nem lesz nagy sértés az egész. Rengetegféle íz jelenik meg ebben az ételben, mert hogyha a füstölt sajtot, a kétféle szalonnát, a kukoricát nézem. Más pörkölteket is kétféle szalonnával indítok. Na, hol tartasz egy kóstolással? Mindjárt kiderül. Megszakértjük. Hú, nagyon szép lett ez a krumpli, én azt mondom. Tényleg szépen. Jó krumpli, jó olaj, jó tűz. A jó alapanyag az alapja a jó főzésnek szerintem. Én ezt elzárom, a krumplink meg is van. Én azt mondom, hogy a kiszedéshez lövünk egy kiváló. Egy kössönbet, nézd csak. Lesz le is szemben. Okay. Ezt átét is adom neked, hogy te legyél ebben a mester. Figyelj, akkor a krumplit zúzzuk rá. Oké. Okay. Ráteszem el, ugye, hogy összeszedjem. Kérdez, nem sikerült. Mm.
kedves nézőink, szépen lassan búcsúzunk, mert hogy véget ért a főzés a mai napra Mihalik Viktorral, a Bikini Zenekar dobosával. Jó étvágyat kívánok, boldog születésnapot köszönöm kívánok, szépen. És kiváló nyarat, nagyon sok bulival. Köszönöm szépen. Köszönjük. Jó étvágyat mindig. Hívjuk meg jövő héten is. Jöhet az összes műsorban. Összetoboroztuk a labzenekarból Viktort, mert hogy a többiek merre járnak éppen? A többiek éppen alszanak szerintem, mert tegnap játszottunk, de én is most értem haza ezelőtt. Ez szép. 5 perccel. Mellesleg dél van. Dél van, hajnali délre sikerült hazaérni a főzésre. De nézzük is, hogy Viktor mi mindent fog nekünk ma készíteni, és hát reméljük, hogy majd aztán el is lehet fogyasztani. Hogyha persze olyan, nem tudom mi minden van itt. Hát egy párolt Kelvin, vajban párolt Kelvinból, ez rántott hallal. A Kelvinbó van a hallal, vagy a hal a Kelvinbó van? Szerintem a Kelvinbó van a hallal, ugyanis az a köret. És ezek ilyen, hát mondjuk az vegetariánus történetek? Vagy? Elvileg annak indulna, csak az én specialitásomban nem lesz belőle vegetariánus köret, már a Kelvinbóba, ugyanis bele lesz főzve egy csomó vaj, ezáltal megszűnik a vegetáriánus. Na meg mi? Ja, maga a marhós leves kockáról nem is beszéltem. Hogy a diétának is adjunk egy picikét. Hát nem tudom, itt a vaj, a marhós leves kockáról, a Kelvinbó hal, és a különböző dolgok, amikben meg kell mártogatni ezeket. Van egy speciális sorrend, hogy kell, mit be kell először, és mibe a végén, vagy nincs, minden. Teljesen ugyanúgy kell, mint a rántott hús. Azaz, itt ez a liszt, tojás. Liszt, tojás és prézli. Ez a sorrend is? Na, igen. Hú, nagyon eltaláltam, legközelebb én főzök. Na hát akkor szerintem fogjunk is hozzá. Ja, milyen? Várjál még ezt a halat, nézzük még egy picit meg, mert ugye a hal az, azt mondja az ember, hogy van farka, a feje, ilyen lapos, és akkor van ilyen gerince, amit ki kell szedni itt, meg ilyen... Ez szerintem ponty. Ez ponty, de ez akár békacomb is lehetne, nem? Hát csak egy elég, ízlése szerint. Elég nagy békát kellett volna ahhoz levágni. Na hát akkor nézzük. Jön a másik után, kifolyik a kezemből az életem. Szorít egy félelem, minden új napom egy rabság. Ha itt maradok, szabadulnom kell. A hajnal megszöri a vágyaimat,
Szabadulnom kell, szabadulnom kell. Az álmaimat soha nem veszíthetem el, soha nem dobhatom el. Kiszakítom a szürke világból, és útnak indulok, mert szabadnak születtem. Szeptember végén eljön értem az ősz, hogy elvigyem.